Van, tehát kérdés, pontosan ott veszük fel a fonalat, ahol szombaton, azaz pénteken abba hagytuk, mégpedig itt a Balaton partján. Az elmúlt napokat ugyanis itt töltöttük, és nem tudom, hogy észreveszitek-e az egyetlen apró különbséget ahhoz képest, hogy mi volt pénteken és mi van most. Már azt leszámítva, hogy tovább nőtt a hajam és tovább nőtt a szakállam. Igen, hát vegyük észre, hogy nincsenek nagyon fürdőzők itt mögöttem, ami annál is inkább érdekes, mert most már ilyen 10:30 van. És hát szombaton már ilyenkor tele volt a Balaton rendesen fürdőzőkkel, most viszont eszeágában nincsen senkinek bemennie azért, mert így van, elromlott az idő. És az a helyzet, hogy most már nem tudom nem észrevenni a folytonosságot az idő elromlásban a nyaralásaim alatt. Igen, az ilyesmire ti is figyelmeztettetek az elmúlt időszakban számtalanszor, minden egyes alkalommal, amikor a videókban valamiféle botrányos időjárásra. Hát botrányos időjárásra került sor. Én nem is tudom, hol kezdődött, talán Amerikában, amikor megérkeztünk New Yorkba és elkezdett esni az eső, és onnantól kezdve, hogy New Yorkban voltunk, egészen Miamiig egyfolytában esett az eső. És aztán utána újra és újra belekerültünk ebbe a helyzetbe, és a csúcspontot talán az olaszországi nyaralás jelentette, amikor először jött egy homokvihar, szélviharral egybekötve, aztán jött jégeső, aztán erdőtűz, és hát most meg lejöttünk a családdal a Balatonra, és hát tegnap egy olyan vihar érkezett, hogy jaj. Egy olyan vihar. Azzal együtt, hogy tegnap itt leszakadt az ég, és hát autóban voltunk, amikor a legnagyobb időjárási botrány volt, és azt láttuk, hogy gyakorlatilag nem is volt éjszaka, mert mindenhonnan villámlott egyfolytában. És most már kezdek arra a véleményre hajlani, ami a kommentekben gyakran előkerült, hogy én valamiféle rokonságban lehetek Zeusszal. Szóval ezt leszámítva alapvetően nagyon-nagyon jó éreztük itt magunkat, és volt olyan időszak is, amikor gyönyörű időnk volt. És a déli partban én ezt szeretem a legjobban, hogy fogtuk magunkat a gyerekekkel, elindultunk befelé, mentünk olyan nagyon hosszú ideig befelé, hogy gyakorlatilag már majdnem az északi parton voltunk, és még mindig csak ilyen tért középig ért a víz. És ez gyerekekkel óriási jó móka. Anna meg, aki most tanul úszni, szóval Annával elindultunk arra felé, oda a túlpartra, és gyakorlatilag át is úsztunk oda. És amikor még igazán szép idő volt, akkor nem is pontosan itt, de itt, nagyjából, felvettem nektek egy jelenetet, igen, egészen konkrétan itt. Szóval ez egy sponsor blokk, ami annak indult, hogy én valamiféle logikai feladványt fogok majd megoldani, de nézzétek, hogy mi sült ki belőle. Szóval ezt a csomagot a Dreher küldte nekem. És annak örömére küldték, hogy bemutattak egy új sört, és szerették volna, hogyha ez szerepel az adásban. És ezt kitaláltak nekem egy feladványt, mégpedig az, hogy küldtek egy ilyen kulcsot, meg egy ilyen lakatot, és ezzel a kulcsal valahogy fel kell nyitnom ezt a lakatot, hogy hozzájussak a nem tudom mihez, de azért vannak elképzeléseim azzal kapcsolatban, hogy mi lehet ebben a dobozban. Úgyhogy ezt most megpróbálom felbontani. És az a helyzet, hogy én katasztrofálisan béna vagyok az ilyesmiben, úgyhogy el tudom képzelni, hogy eljön ez a pillanat, amikor nem bontogatom tovább, hanem egyszerűen széttöröm. És mondjuk eléggé meleg is van. Nem is tudom, hogy miért találtam ki, hogy ezt a napon fogom csinálni, valószínűleg a fényviszonyok miatt, de hát... Szóval, hogy ezt a kettőt itt át kell játszanom valahogy ide, hogy ezt itt ki tudja minden húzni, hogy ezt jó erősen meghúzom és széttöröm a vidős randba az egészet. Hát ezt meg se lehet csinálni, te! Van egy ötletem, valami eszembe jutott. Hoppá, valami történt. Ezzel sok előrébb még nem vagyok, de valamit csináltam. Mondjuk annyit elértem, hogy most már talán könnyebb lesz kitörnöm. Várja, hoppá! Ja, hogy itt tartottam az előbb is. Nem vehetek igénybe egy telefonos segítséget? Közel itt az a pillanat, amikor én ezt már nem bírom idegekkel. Cs.
De még mindig nem nyílik? Ne! Ki csinálta ezt a dobozt? Szeretném látni azt az embert, aki ezt a dobozt csinálta, és szeretnék elbeszélgetni vele egy kicsit. Menjünk át az árnyékba, és csináljuk ott tovább. És már csak összejön. Ja, nagyon sok minden nem történhet. Nyíki, könyörgöm, be fog melegedni, ami benned van, és az biztos, hogy nem jó, hogyha bemelegszik, ami benned van. Hoppá! Hoppá, valamivel beljebb. Jaj, értem már. Aha, szóval, hogy ez nem akárhogy nyílik. Nézzétek, hogy egy ilyen kis szép zár van benne, és attól függően, hogy merre tekerem, nyílik. Csak összejött. Még hideg. Köszi. Na hát ez most pontosan ugyanaz a szög, ugyanaz a helyzet, csak körülbelül 15 fokkal hidegebb van, de az nem is biztos, hogy olyan nagyon nagy baj, viszont van egy technikai blokk is, amit most útjára bocsátok, csak ehhez valamit ide kell hoznom. Szóval, amit én most még nem tudok, ti viszont már pontosan tudjátok a választ erre a kérdésre, az, hogy ez az adás, ez drónfelvétellel indult-e vagy sem. Ezt azért nem tudom, mert a felvételre még csak most fog sor kerülni, és alapvetően ebből azért következhetne is, hogy csodálatos drónképekkel indul az adás, hiszen itt a Haragos Balaton környékén azért nagyon szép égi felvételeket lehet készíteni. De készítettem én nagyon-nagyon szép égi felvételeket pénteken is, amikor megérkeztünk, viszont abból semmi sem került rá a memóriakártyára. És mondhatjátok azt, hogy az adásban azért mégiscsak volt egy drónfelvétel, amikor az Alfával megérkeztünk ide. Igen, ám csak, hogy azt nem a drónról másoltam le, hanem a telefonról. A drón ugyanis nem csak a memóriakártyára ír, hanem a telefonra küldött képet rögzíti a telefonra is. És a felvétel elkészítése után vettem észre, hogy a memóriakártyára nem írt semmit, kizárólag a telefonra. Úgyhogy, amit az adásban láttatok, azt a telefonról bűvészkedtem le, és a bűvészkedés szót azt úgy kell érteni, hogy 720p-ben rögzít csak a telefonra, ráadásul 29,98 képkockában másodpercenként, amit át kell alakítani ilyenkor 25-be, szóval semmiképpen sem szerencsés. És az a helyzet, hogy ez a fajta hiba szerintem eléggé általános a mevékkel. Amikor először a kezembe fogtam, rögtön tudtam, hogy ez egy zseniális szerkezet, ami sok szempontból a világ élvonal előtt halad, viszont vannak benne kisebb tervezési problémák. Kezdve az idegesítő apróságoktól, mint például, hogy nem lehet hozzáférni az SD kártyához, csak ha kihajtod a lábait, ami nem tűnik egy ilyen nagyon nagy dolognak, viszont amikor ezzel kell vacakolni, ahelyett, hogy felvételt készítenél, akkor azért az egy icipicit tényleg bosszantó. És vannak benne folyamatos flexelnek. Ezt igazából csinálták szombat reggel 7:30-kor is. Én üdvözlöm azokat, akik úgy gondolják, hogy egy nyaralóövezetben okvetlenül szombat reggel 7:30-kor kell flexelni. Szóval vannak ilyen kisebb bizonytalanságok, és ezek közé tartozik az is, hogy például legutóbb nem készített felvételt az SD kártyára. Az előző drónnal, amit elhagytam, ez rendszeresen előfordult, és hogyha emlékeztek arra a Fuerteventurai epizódra, amiben nem szólaltunk meg Robival, csak mindenfelé mászkáltunk és gyönyörű képeket készítettünk. Na, az az epizód például arra épült volna, hogy telerakjuk drónfelvételekkel, aztán amikor megérkeztünk a szállásra, akkor vettük észre, hogy az elkészült felvételeknek a körülbelül 90%-át nem mentette rá az SD kártyára, ez a kis dög. És Robi is rendszeresen panaszkodik, hogy időnként a telefon eldobja a jelet és nem találja a drónt. Meg nekem egyszer volt olyan, hogy a kép az elkezdett felfele nézni, na most a kamera azt tud lefelé fordulni, jobbra meg balra, de felfele csak úgy, hogyha maga a drón is így megbillen. És azért az elég para volt, amikor körülbelül fél percig nem volt hajlandó a drón egyenesbe jönni, legalábbis a vetített kép alapján nem volt hajlandó egyenesbe jönni. Részletkérdés. További érdekességek, amik egészen pontosan ehhez a ponthoz kötődnek. Igen, egy kicsit széteső ez az adás, de nézzétek el nekem, alapvetően hétvégén a családommal pihentem, és most hétfő van, és én mindig a családommal vagyok, és igazából pakolunk, meg indulunk vissza Budapestre, viszont van egy csomó minden, amit meg akarok osztani veletek, és ez is ezek közé tartozik. Szóval én körülbelül egy éve vadászom az ISS-t. Ez a nemzetközi űrállomás, a legnagyobb ember alkotta szerkezet az űrben, ami valami 400 tonna, és itt repked a fejünk fölött. Olyan 400 kilométeres magasságban, ami nem is tűnik olyan nagyon-nagyon soknak, de azért az elég durva. És mindig van rajta személyzet, 2-6 fő, akik tudományos munkákat végeznek, és az egész alapvetően olyan, mint egy science fiction, szóval ennél közelebb az emberiség még nem jutott a sci-fi filmekhez, mint az ISS. És ez az eszköz valami óriási nagy a napelemeivel, és tudni kell róla, hogy annyira nagy, hogy ideális körülmények között a Földről is lehet látni. És van nekem egy program, ami pontosan megmutatja, hogy az ISS mikor bukkan, hát mikor bukkan fel a látóhatár szélén, mikor érdemes nézni, hogy éppen elrepül a fejünk fölött, viszont egy éve soha nem jött össze ez a trükk. Vagy éppen a Föld másik
oldalán volt, amikor meg tudtam volna nézni. Vagy baromira felhős volt az ég, vagy hegyek takarták azt a vonulatot, ahol ő repült. Viszont most hétvégén a gyerekekkel és Dórával leültünk ide, és végignéztük, hogy az ISS onnan átszeli az egész égboltot. És ezek alapvetően nagyszerű pillanatok. Ilyenkor az ember meg tud győződni arról, hogy hát, hogy ez a több évezredes civilizációs és technológiai fejlődés nem volt hiába való. Hogy az emberiség, hogyha összefog, akkor képes fantasztikus dolgokat létrehozni. És az ISS egy ezek közül, viszont egy nagyon is kézzelfogható. És elnézést kérek a fotókért, amik rettenetesen néznek ki, de az a helyzet, hogy tényleg az esemény hatása alatt voltunk mindannyian. Amikor elrepül feletted egy rendkívül fényesen ragyogó csillag, ami fényesebb, mint a Vénusz vagy a Mars, vagy a Jupiter? A Jupiter és a Mars? Na mindegy, szóval amikor pontosan tudod, hogy az nem egy csillag, nem egy bolygó, hanem egy ember alkotta szerkezet, hát az valami fantasztikus. Akit érdekel az ilyesmi, annak nagyon tudom ajánlani a Sky Guide nevű programot, amit egyik adásban már be is mutattam nektek, és ami mindig megmondja, hogy pontosan mikor lesz a látóhatás szélén az ISS, mikor érdemes figyelni, mert alapvetően napnyugtakor és napkelte előtt érdemes csekkolni az eget. Akkor világítja ugyanis meg úgy a nap, és akkor nincsen a Föld árnyékának a takarásában annyira, hogy na szóval értitek. Na és akkor most induljunk haza, mondjuk mielőtt közben még beugrunk valahova, de alapvetően az a cél, hogy megérkezzünk Budapestre. És amit még meg akartam mutatni nektek, az pont félúton van a Balaton és Budapest között. Az Alba Park étterem, amiről két dolgot kell tudni, az egyik az nem annyira releváns a ti szempontotokból, de egy kicsit mégis érdekes. Lehet, hogy a PR-ját ennek az étteremnek az a Pákoric Attila viszi, akit ismerhettek az amerikai videókból, mert hogy Attila csinálja a Lufthansa-t is, meg az Alba Parkot is. És egyébként az Ájláb Balaton kapcsán, aminek a főszerkesztője vagyok, szoktunk is együttműködni, de most nem ezért jöttünk ide, hanem azért, mert itt van, és ezt meg akartam nektek mutatni. Ez nem egy szponzorált hirdetés, szóval itt van az ország egyik legjobb fahéjas csigája, amit egészen konkrétan itt lehet felelni. Mi van, Marcika? Ami az érdekessége ennek a fahéjas csigának, és ami megkülönbözteti az összes többitől, azon kívül, hogy van benne ilyen másfél kiló cukor, és azt hiszem, hogy valamelyik adásban, amit tavaly a Balatonról készítettünk, ezt be is mutattuk. Mi van, Marcika? Mi van? Nyomás vissza, kapd el annát! Csidd meg! Futás! Szóval, hogy ez egy igazi családi recept szerint készül, és van itt egy néni, egy nagymama, aki kitalálta ezt a receptet, és a mai napig ő készíti itt valahol hátul a kvázi látványkonyhában a fahéjas csigát, de gondolom, hogy ő már ilyenkor hazament, mi viszont nyom, eszünk ebből, vagy viszünk néhányat. Dóra, vettél már fahéjas csigát? Igen. Mennyit? Egyet. De is nekem? Tényleg vettél egy darab csigát? Egyet, igen. Ez micsoda önzőség. Nézzétek, az ott mind cukor és fahéj. Marci, ne szedd szét a berendezést. Sokkal cukrosabb. Cukor és fahéj. Szuper. Na hát, arra nagyjából ennyi. Holnap ismét találkozunk egy ennél valamivel összeszedettebb résszel. Sziasztok!